Rekál csinált egy ö, weboldalt, amin lehet lootboxokat rendelni tőle, és nem fogod tudni, hogy mi van benne. Az ő elmondása szerint, hogyha elmondja azt, hogy mit rendelnek az emberek, az megöli a meglepetés faktort. Tehát ö, nem mondja hogy mi van a dobozban. Nem is tudom, hogy milyennek a szar oldalnak a neve, már egyszer néztem csak rá, de majd mindjárt megnézzük a mai streamjét a Rekálnak, mert abban erről magyaráz. Kőkeményem Nagy óriási bejelentést tett Mi a linkje? Lootlab.hu Lootlab.hu Addig én itt nyomom nektek a Rekának a streamit itt ki kellett találni, mi lesz a weboldalon, meg volt ilyen kis visszaszámlálni, hogy 5 perc, és nyit a weboldal, és úristen! Há, hogy ne rendelnék, hogy ne rendelnék, te sokáim, hát nehogy már nektek kelljen pénzt adni rá. Az eneba.com egy játékokkal foglalkozó piac tér, és több mint 20 ezer termékkel rendelkeznek, hogy a játékosok igényeit teljesíteni tudják. Az eneba.com a piacon a legjobb ajánlatot hozza el bármely játék esetében. Úristen! Tökéletes Trustpilot értékelés! Tehát a játékélményed és a vásárlás is akadálymentes. Ez is megbízhatóak. Hogyha valami nem működik, akkor kapni fogsz egy újat. Ebben biztos lehet, Hé, hey, nem jó a kulcsom, már is segítenek. Prr, prr, haló, nem jó a kulcsom, ó, itt egy új neked. Az eneba.com-on nagyon könnyen tudtok vásárolni, gyorsan és olcsón szóval ajánlom nektek, a leírásban található linkeken eléritek az oldalt. Van relax, futball, a játék nem játék, szuperhősök kategória. Több kategóriában is lehet rendelni, a relax kategóriából fogok rendelni, ami amúgy full AI generált szerintem. Kép megnyitása új lapon, lemisszi, lemisszi bro. Hát ez vagy AI generált, vagy nagyon-nagyon rossz volt -e a designerjük, nézzük ezt. Ez például biztosan AI generált, ez a futballos cucc, tehát nem tudom, ez annyira nem jó, hogyha már egy AI-ra építjük fel az egész weboldalt, Ilyen AI generált dolgokra már a grafik design is AI generált, ebből azért meg lehet mondani, hogy valami igényes vagy nem. Gondolom ez is éjjel, akkor, de ez itt az újjai kicsit... 20 20.000 forint! Tchüüüüü! Ha egy kis pihenésre vágysz, egyedül, akár a pároddal, ez a tökéletes box számodra. Mert mindenkinek jár egy kis pihenés. 20.000 forintért mit, mit rak bele? Nyaralást? Azt tudnám így elfogadni. Van hero box, Football box, gaming box. A gaming box az 25.000 is lehet. Lehet 25000 ezer Ja, mert más platform. A PC kerül a legtöbbbe. De miért? Valami játék van benne? Vagy, vagy kaparincsd meg az epic kulcsokat, legendári kiegészítőket és exklu exkluzív ingame kontenteket, amikkel nem csak a setupod, de a skill seted is next levelre lép. Le miért, hogy mik lehetnek benne. A gamer világ opraja adja Kaparincsd meg az epic kulcsokat. Exkluzív ingame kontenteket is ígér amúgy. Ugyanaz van ide is írva. Na nézzük meg a ismételt kérdéseket. Hát, itt van valami. szállítunk a -e külföldre is? Környező országokba igen. Jó, srácok, hogyha valaki Amerikában van, akkor sajnálom nem tud rendelni rekáldoboszt. Mit jelentenek a tematikus boxok? Egyszerű, ha rendelsz egy híró boxot, mert közel áll hozzád a szuperhős világ, akkor te fixen egy olyan csomagot kapsz, amit a kollégák alapos megfontoltság után készítenek össze, és csak kizárólag ezen a témán belüli tárgyak találhatóak meg benne. Tehát szuperhősökkel és antihősökkel kapcsolatban lesz a dobozodban termék, nem rakunk bele egy sajtreszelőt. Joy emoji. Ez jó. Tényleg. Pókemberes. Vagy egy pókemberes sajtreszelő, érted? Egy pókemberes sajtreszelő. Azért a pókemberes sajtreszelő is kurva jó lehet. Látszik, hogy Rekál a description -t. Hát... Látszik. Likely AI generated. Hát úgy nekem is úgy tűnik. Quality bad. Mondtam, hogy AI generáltak a képek. Lootboxok, azaz zsákba macskák lényege pontosan ez, hogy nem tudod, mi van a dobozban. Tematika ad egy irány, ami biztosít téged, hogy nem egy kerti törpét kapsz, hanem olyas valamit, amilyen téma téged érdekel, így az esély, hogy a doboz tartalmai közül semmi ne tetszen, elég csekély. Hát ez kurva jó ágod. Konkrétan, hogyha még mondjuk esetleg egy pólót raknának bele be, 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 vagy valami, a pólóhoz kell méretet adnod, tehát az nem lesz benne. A póló az fixen nem lesz benne, mi lesz ebbe, és lesz benne egy törött bögre bazd meg, vagy izé, fifa coinok, vagy, mi a fasz lesz ebbe, tényleg nem tudom elképzelni. Mi, mi mit tudod belerakni ezekbe? Harekál. A Golden Ticket egy ritka kártya, véletlenszerűen rejtjük el a bizonyos időközönként egyet-egyet, szerencsés rendelésbe, Egyet egy szerencsés rendelésbe. Ha ezt bemutatod nekünk, akkor bármelyik éppen raktáron lévő boxot újra kérheted, az extra pedig az lesz, hogy ennek a doboznak a tartalma meghaladja majd a 100 ezer forintot. Wow! Úr is tehát Willy Wonka személyesen, komolyan mondom. Mehetünk a csoki gyárba, geci. Remélem az én dobozomban is az lesz, mert biztos, hogy rendelek egyet. Mennyi időbe telik, mire a termék megérkezik? Rendelésre számított 5 munkanapon belül. Wow! Szállítás során, ha a termék megsérül, vagy van pénz visszatérítés, vagy csere. Termékek többsége kevésbé sérülékeny. Ha esetleg mégis megtörténik, kérjük, írjanak e-mailt az infokukat ra Lehetőség szerint csatoljanak egy képet a sérülésre. Több ugyanolyan box, PL, foci témájú vásárlás esetén tartalmazhat-e ugyanolyan, vagy épp ugyanazt a terméket két box. Ezer doboz esetén képtelenség, hogy mind az ezer doboz teljesen másra megtöltsük. A, a, nagyon furcsán vannak összerakozik a mondatok, mondatok, amúgy is átalakítom őket a fejembe. Egy minőségi termék akkor is az lesz, ha öt dobozból háromba is benne van. Wow. Mi ez egy doboz tól nem, nem is értem ezeket a dolgokat. Itt nagyon, furán vannak ezek megírva. Ö, hát ez is ilyen generált, ott látszik a szöveg. Tehát ott, hogy bárhol a szöveg, nem tudok rázom de ez is egy ilyen generált kép. Mindenhol ilyen generált képek vannak. Ez, ez, ez konkrétan egy templét, amit tele van baszva ilyen generált képekkel. Ez undormány. Semmi mással nem lehet fizetni, csak utánvédte. Az mondjuk elég erős. Utánvétes fizetés, csak annyiban. Semmi több. Na de nézzük meg, hogy a reklám itt mond erről, mert azért... Tudjátok nézni a visszaszámlálót, nagyon izgalmas, ugye? Nagyon izgalmas, eddig is ez történt, csak eddig én néztem, most már ti is tudjátok nézni. Nagyjából öt hónapja történt egy, egy igényfelmérés, talán, vagy nem is tudom, minek mondja, a közvélemény kutatás az a legszakszavabba, szak szak szak, 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 szó, nem tudom, hogy mondják ezt. Uh, meghalt az szóval... volt. <laughs> <Soj>, jó, de jó. <laughs> egész... nekem nem halt meg hogy de. Jó, de nekem is megvan. Április 1 van, tudom, srácok, ez ne meg senkit. Ne meg senkit, hogy április 1 van. Április 1 -ből. nem, nem vízből foglak titeket lehúzni, hanem komolyan. Ez a legkeményebb szkem amúgy. Fix, fix. De remélem, hogy a testok doboznál egy kicsit több dolog lesz benne, mert az komoly volt. Tehát volt benne egy plusz, egy bőgre, meg egy notesz, meg egy kép, amit ők csináltak egy kamerával, tehát így biztos nagyon nagy értéke van, csak az a baj, hogy ugyanakkor szarnak, mint én, és addig, amíg valaki ugyanakkor szalik a wc mint én, addig az az ember egyenértékű velem. Én úgy gondolom, hogy mindannyian egyenértékűek vagyunk, tehát az nekem nem jelent túl sokat, hogy valaki egy személyes tárgyat belerak ebbe a szarba. Beleváltunk egy saját vállalkozásba, egy hát immáron ugye harmadikba, mert ugye alapvetően az official is az, illetve a hát akkor negyedikbe, mert ugye a, a gombolyagos sztori is az, meg a körmöző sztori is az. Körmözős. Szóval egy negyedik dologba is belevágtunk, ami, ami jelenleg nem mutat túl official-ön, mert hogyha mind a hármat nézzük, ofi a legnagyobb, de de mi azt látjuk, hogy ez ö, még nagyobb lesz. Ugyanis szerintem ez egy nagyon-nagyon baszó dolog. Uh -huh. Úgyhogy belefogtunk egy, ö, egy, egy, egy új vállalkozásba, ami szerintem hiánypótló is itthon ö, nincs, ilyen formában legalábbis. Magyarországon nincs ilyen, azt mondta? Magyarországon még nincs ilyen, ezt mondta? Hát rekálos tényleg nincs még, az, az, az igaz. Ilyen, ilyen, hogy tematikákban lehet lootboxot venni, ilyen még fixen nincs. Hát várj, van még az a landbox például, az is itt van. Cool Kids Christmas Box, Movie lootbox. Christmas Box, az mondjuk kurva jól hangzik. <laughs> Április 1-én, bazd meg! Jó, Christmas Box. Itt vannak az összes lootok. -ok. Hát figyelj, hogy kettő van, tehát igazából nálad már négy van, amúgy leelőzted őket. Gratulálok, Rekál, ügyes vagy. Hát, hogy a Siló is nem véletlenül nem árulja már őket, mert rájött, hogy kurvára nem kell senkinek bazd meg. Maradt még egy pár raktáron, gondolom, a Christmas boxból, meg kurvára nem kell senkinek. Engem azért érdekel, miért basszált a nézőit? És amúgy még hirdetett a gyölet is, amit ugye mutattam már az előző, előző, előző streambe. Mit szólnál, ha azt mondanám, hogy egy PS5-öt tudsz venni 1000 forintból, és tudsz venni egy PS5-öt, és ps 5 vala. volna. Igen, egyszerű a PS5-öt, az Alios applikáció, a ps 5 vásárlás akár 1000 forintból. Csatlakozz a most, töltsd az appot, link a bióban, a következő PS5-öt vidd haza akár te. Hirdet! PS5-öt, ingyen elvihető PS5-öt lényegében, 1000 forintért el tudsz vinni PS5-öt ezen linken, valami Allios, vagy mi volt a linknek a neve? Igen, Allios. És ez benne van a címbe is amúgy, tehát itt vagy felkelt, hogy Allios még mert valaki fasságot mondana. Ez egy közösségi platform, be tudsz fizetni 1000 forintot, be befizet 3600 forintot, és akkor mindenki befizet annyit, és akkor valaki azok közül az emberek közül megkap egy darab Airpodsot, vagy egy pár Airpodsot. Meg ps meg, meg autót, paz meg! Minimum beugró 400 forint. Jó, úristen, 400 forint beszállok. És rajta van mondjuk több ezer ember, akkor biztos te fogod azt megnyerni. Akkor a skem mint a szar. Ennek semmi értelme nincsen, a... ez szerencsejáték. És nyilvánvalóan nem a felnőtt emberek nézik őt több, mint valószínű. De lehet, hogy olyanok is vannak, hát hogy a gyerekek már megunták. Nem tudom, hogyha valaki tényleg ennyire buta, hogy ezért fizet, akkor kajak húzzák le az meg, hogy elhiszi ezt, amit a rekámon. Még nem is az oldala van a legnagyobb problémám, hanem azzal, ahogy a rekát hirdeti baszod. Úgy csináltam meg a videót, hogy egy. Másodpercet sem mondott el abban, amit az előbb én annyit mondott, hogy 1000 forinttel lehet ps 5 t vásárolni, gyorsan regisztráljatok a linkemmel, és az én linkemmel akkor izé több pénzt tudtak feltölteni, stb. 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 De azt nem mondtál, amit én. Ez egy kibaszott átbaszás. A saját oldala meg szintén nem tudom, mi lesz a dobozban, lesze, meg kell néznünk. A 20.000 forint értéket sikerül -e megütnie. Mindegyik dobozt meg fogom és megfogom őket unboxoljuk őket streambe megnézzük. Zsákba macska webshopja. Aha. Gyakorlatilag. Ez volt az a dolog, amit kérdeztem tőle. Ez amúgy kulcs, ez kulcs szó, mert az oldalon is kim van az, hogy zsákba macska, meg a streamjében is elmondja, hogy zsákba macska, de az elején amúgy, mert én már néztem ebből a párat, amikor szartam, szarás közben ma reggel néztem, ott azt mondta, hogy nem zsákba macska, mert hogy ez tematikus, és a zsákba az nem tematikus, és ő szerint ez nem zsákba macska, azért, mert tematikus. És nem az van, hogy kapsz egy zuhany rózsát, amikor rendelsz valami fifás lootboxot, mint hogyha ez nem elvárt lenne amúgy, hogyha interneten rendelsz valamit, hogy tudod, hogy mi van benne, baszod. És ilyet itthon, ilyen minőségben és formában biztos, hogy nem találtok. Hát ilyen a minőségben és formában biztos, hogy nem, mert minden éjjel generált, ami kim van a kibaszott oldalon. Egy kurva grafikusnak nem fizettetek három forintot, hogy csináljon egy háttérképet vagy valami. Akkor miért, miért akarod elhitetni az emberekkel, hogy ez olyan kibaszott jó lesz? Tényleg, Ennyi igény nem volt rá. Honnan tudod, hogy jó a minőség, szép a dobozról a kép, talán az is ilyen generált, amúgy, vagy mi? Hát ez, vagy egy 3D, ez egy 3D render, amúgy, ez nem is lett betfotózva szerintem, ez se. Ez nem a Twitch font. Nem úgy, ez a Twitch font. Amúgy. Ez használható, ez a font arra, hogy uh, commercially használd? Ez egy mockup. Hát igen, amúgy Fiverr-en megrajzolták volna az indiaiak 30 dollárért, de nem baj, az AI az kell, igen. Ezt a betűtípust nem tudom, hogy használhatjátok-e úgy, hogy hivatalosan ö, eladjátok a, ezzel a a dobozt, úgyhogy rajta van, azt nem tudom. A Magyarország gyerekek innentől ezen megnyitja kapuit! Um, négy különböző boxal indulunk aha, el jelenállás szerint. Jó van, én... Jóan, srácok, én, én mondok valami jobbat. Ezen a weboldalon meg tudjátok venni az én mörcsömet, amit én terveztem, nem éjjájjal generáltam, én terveztem, képzeljétek el, és még tudjátok is, hogy mit fogtok rendelni. És még olcsóbb is, mint az, amit ő mond. Szóval szerintem, srácok, go, go for it. Én azt mondom, hogy rendelje meg mindenki. És ezt gyakorlatilag ti raktátok össze, ti voltatok azok, akik valamint megszavazták azt, hogy milyen dobozokkal induljunk. Ugye az első, a mosó nem látjátok a fejemtől, ezért elnézést kérek, úgyhogy ezt kicsit följebb is rakom magam, hogy ne legyen ebből probléma. Szóval, uh, hogy De jó néz ki ez a mosómedve, az... kicsit se látszik hogy AI generált olyan scuffed szemei vannak, mint hogyha izé az a betépett ember lenne, akiről a mém van és sír. Vágjátok, melyikre gondolok, nem? Amit rá, index képekre rá szoktam tenni néha a szemeit. Egyik dobozunk az nyilván a Marvel -kül. De érted, ha már AI generáltak, akkor csak simán ki lehetett volna jelenni a fejét, hogy az generálja újra, és akkor, ha már jó lesz, akkor legalább azt használják fel nyilván a Marvel köré és a DC köré épül, ugye? Gyakorlatilag a Hero Boxnak lett elkeresztelve ez a bizonyos valami. A de hát ugye nagyon sok minden nem mondhatok róla, hogy mi a helyzet. Nekünk egy gamer boxunk természetesen mi más lenne, mint egy gamer box, ugye ez, ezek is gyakorlatilag wow. mi vagyunk, meg, 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 meg ti vagy, Még minden, ami gaming. Game ugye text. itt konzolon játszasz, akkor nem tehetek bele, nem tehetünk bele olyan dolgot, ami mondjuk egy pchez van, akár egy most nem akarok példákat mondani, nem akarok semmit lelőni, de hogy nyilván ami... De miért nem akarod lelőni? Hát nem azért vennék meg az emberek a csomagot, mert tudják, hogy mit. Én ezt nem bírom felfogni. Ki az, aki ennyire szereti a rekált, hogy van egy doboz, amiben ő belerak dolgokat, és 20 ezerért megveszik. Milyen témakörbe raknék bele dolgokat? Nem tudom. Rekál se tudja vágod, csak gaming, tessék, gaming témakörbe rakok bele dolgokat. Megveszitek, srácok? Ennyit mondok róla, hogy gaming. Megveszitek a dobozt? Nem mondom meg, hogy mi van benne. 20.000 ezer forint, srácok. Egy pókemberes hajszárító van benne, és egy mikiegeres serpenyő. Na jó, nézzük tovább már. Mystery. De nem, ez, ez, scam, tesóm, ez nem mystery. Ez scam mert érted, itt nem nyerhetsz. Meg még azt sem mondom, hogy gambling, mert nem, nem az, hogy játszod a pénzeddel, itt még nyerni se lehet, mert csak egy szar dobozt kapsz tele dolgokkal, amik lehet, hogy nem is fognak tetszeni neked. De úgyis vissza fogják küldeni az emberek szerintem, hogyha nem tetszik nekik, szóval. Így, hogyha legalább kínád azt, hogy, uh, mi van a dobozba, akkor megspórolnád azt a pénzt, amit a küldések miatt elbuktok lényegében. Mert a pénzt azt, hogy vissza kell adni, a dobozt visszakapjátok attól az embertől, viszont a feladásnak a diát azt elbuktátok rajta, hogyha valakinek nem tetszett a doboz. Tehát uh, én, én, a helyetekben már csak emiatt is kiírnám azt, hogy mi van a dobozban, illetve ez az embereknek szerintem kibaszottul nagy álbaszása. Van olyan dolog, ami PC-hez jó, mondjuk Steamre, az nem jó ugye ps vagy Xbox-ra, úgyhogy ezért van még jobban ö, szeparálva a sztori, ezért van még... Tehát most, hogy azt mondja, hogy vannak benne dolgok, ami nem jó pc meg ps -hez. akkor valószínűleg játékot fogadni. Kérdem én, 20 ezer forintért milyen ps játékot tud belerakni, úgy, hogy még más értéke is legyen a doboznak, és ne csak egy játék legyen benne. Esküszöm érdekel. Jelenteni kéne a DC Comicsnak és a Marvelnek, hogy feltételezhetően engedély nélkül árulja amúgy. Jelentsd, tesóm. Chat, hajrá! ChatGPT-be beírjátok, az még meg is írja nektek a levelet angolul, nem kell csinálni semmit. Ő is ezt csinálta, beírt a ChatGPT-be, hogy egy képet, amin van egy raccoon in the Assassin's Creed outfit, és a ChatGPT 4 megcsinálta neki ezt a képet. Jobb klik, letöltötte, aztán ennyi volt a grafikai design. Aztán van egy, hát nyilván ez, itt van egy kis megakadás, baj. Szóval, hogy, uh, hogy néz ki ez a... Izért, a... hogy néz ki? A focis box nyilván hogy néz ki ez a kép? Itt amúgy hiányzik egy fájl, de maga az ilyen generált kép. Ez is hogy néz ki? Undorító. Csak GPT-4 hogy ne csinál a képeket, de még milyen jó képeket csinál, várjál. Tegnap baszakodtam vele. Bocsánat. Most egy ilyen képet simán legenerál az AI. Ezt is az AI generálta, meg ezt is. Ez Magyarországon van, azt a tessék. tessék. Azt a a Magyarországon ott van a parlament. Ez szóval, egy boxot nem kell bemutatnom. Nem? Ez volt az, amit tényleg. Egyiket sem mutattad be, mondjuk, de jó. Legalább a fociset kihagyjuk. A, a, szerintem ez, ez nyerte az egészet, de mondjuk ez várható volt az én közegemnél, hogy a focis box uh, uh, fog mindent agyonverni. Mm. Jelenleg a foci-boxnál nincs választási lehetőség, tehát itt gyakorlatilag nincs olyan, hogy te kedvenc csapatot választasz. Több oka is volt ennek, erről talán majd később. Úgyhogy jelenleg foci-box van így egészbe. Illetve van egy relax boxunk, ami pedig a pihenésre és az ilyen-ilyen-ilyen kikapcsolódásra. Ezt amúgy nem is értem, hogy hogy sikerült. Most tényleg, itt a grafikai designer, frontend, backend, itt amúgy mindenki fogyatékos volt, ne haragudjatok, bazd meg. Ezt a háttérképet, ami itt van, nem lett volna egyszerűbb megfogni és megtükrözni, hogy ne legyen rajta a fölötte lévő szöveg, ami még amúgy nem is azt írja, hogy relax, hanem az, hogy Ó, isten, tényleg, rekál, könyörgöm, csinálj olyan dolgot, amihez értesz. Ez szörnyű. Azt a büdös és nem is akarom ezt olyan túragozni, mert nem bármit mondok, az megint leleplezi picit um, a benne lévő dolgot. Na jó, lehet, hogy van benne egy párna srácok. Van benne egy napágy. A box, a relax box, ami nem feltétlen a fiatalabb korosztálynak van belőve. Tehát most ezzel lényegében lelőtted a point, miszerint az összes többi a fiatal korosztálynak van. <laughs> mi van benne vajon? Relax. Mi lehet benne? Pokó? Egy nyaraló? Szex? Lehet, hogy szex van benne, srácok. Lehet, hogy izé van benne, vibrátor. Azt már úgy is hirdetett, azt hiszem, a rekál egyszer. Lehet, hogy van benne egy guminő. Április egy scam. Nem, ő ezt elmondta, hogy ő ez nem egy április egy scam, meg semmi, ő ezt kitalálta, hogy ez lesz, lootbox lesz neki. És jó, hogy április egyre esik, mert így többen hallják. A tartalma nem biztos, hogy egy ő, 15, 6, 7, 8, 9, 20 éves srácot vagy lányt, mondjuk lányokat inkább, de srácokat nem biztos, hogy lázba hoz. Úgyhogy ez az a box, ami kicsit uh, így elrugaszkodik a másik háromtól, úgymond így korosztályba. Uh -huh. De ettől függetlenül is ez is egy opció. Um, és ugye, amit az elején mondtam, hogy miért, uh, hogy mi az a szegmens -e ennek az egésznek, ami szerintem a legerősebb, az ugye az, ugye az, hogy én is nagyon sokszor vagyok benne egy olyan, uh, olyan flowba, hogy uh, nem tudom, van a születésnapja valakinek, és mi a faszt vegyek rá. Jaj, azt, azt akarja mondani, hogy ha nem tudod, hogy mit vegyél, de tudod, hogy valaki szereti a focit, akkor vedd meg neki ezt a dobozt. Biztos vagyok benne, figyel. Egy olyan meglepetés, egy olyan ajándék, ötlet, akár magadnak, hogyha szereted azt az adott tematikát, vagy akár egy szeretednek, ami, ami nem csak azért meglepi, mert mert ő se tudja, mi van benne, hanem neked is az, mert te se tudod, hogy mi van benne csak mi a fasznak vagy ez meg? Ki mondja a szájával ezeket a dolgokat, és nem esik le neki, hogy ez amúgy... Ez nem egy, nem egy jó marketing. Nagyon 2016. 5-7 éve voltak ezek. Nagyon, nagyon, nagyon menők. Akkor volt ez a landbox is, azon is ki voltak akadva az emberek a amúgy. Ez, én esküszöm neked, reklám szerintem ez sokkal inkább negatív reklám neked, mint, mint, pozitív reklám az oldaladnak, hogy ezt megvegyék. Mert szerintem ezt az emberek nem fogják megvenni, és amúgy azok az emberek, akik nem néznek téged, azok csak még jobban meg fognak utálni. Mert hát akik már alapból is utáltak téged, azok ennél jobban már úgyse fognak. Hát azért rá át lett állítgatva. Nem, nem rosszból, semmi ilyesmi tudod, de... Csak várj, mert fut rajta nekem ez a cucc. leszedem. Nézzük meg. Na így, így jó. Így a szép az oldal, mert futott rajta a night mode. Na hát itt van a kosár. És a kosárka. Ó, uh, hát, nagyon hasonlít a két oldal amúgy. Hát akkor most már tudjuk, hogy a webbe se raktak nagyon sok melót, nem fizettek senkinek, hogy megcsinálja a weboldalt. Több, mint valószínű. De hát azért változtattak rajta sok mindent. Foglalkoztak vele, foglalkoztak vele, nézd meg. Elintézték, hogy sokkal rosszabbul nézzen ki, szóval ne fikázzátok őket. Nem feltétlenül kell minden annyira saját legyen, de azért a grafikusi melót azt így elvárnám egy ilyen oldaltól legalább, hogy legalább az meg legyen csinálva, érted, hogy ne AI generált képek legyenek a háttérbe. Dark Reader Extension életmentő. Hát néha igen, csak a legtöbb oldalon szorul működik. De mivel tematikus, ezért tudod azt, hogy biztos, hogy örülni fog neki, mert, mert mondjuk itt egy kurva jó példa, itt a Bálint a csetenő, tudom, hogy, hogy gyakorlatilag Marvel és DC fan és imádja a szuperhősöket. Én például, hogyha neki lesz a születésnapja, majd akkor biztos, hogy adok neki egy ilyet, mert tudom, hogy a benne lévő dolog, ami benne van, biztos, hogy örülni fog neki, mert nem lesz benne egy random sajtresszelő, nem lesz benne egy random nem tudom, egy, egy portalanító, vagy egy cirokseprű, vagy ilyenek, hanem, hanem egy olyan, olyan dolgok lesz. Szóval nem lesz benne egy hasznos dolog sem csak olyanok lesznek benne, amiket nem fog tudni használni. <laughs> benne, ami, ami az őszívi közel áll, mint tematika, és tudom, hogy ennek örülni fog. Úgyhogy srácok, hát ez lenne az... Uh... Egy marvades kulcs tartónak biztos örülni fog a bátya srácok. Tényleg amúgy, hogyha árulja a cuccokat, lehet, hogy az is AI generált lesz. AI generált pókember, vagy valami mindegyik box 19.990 egyetlen egyet kivéve, ami nem más, mint a gaming boxnak a PC-s verziója, az 24.990, mert a PC-be nem tehetjük ugyanazt, mint amit a PS-be tesszük, vagy a konzolosokba teljesen egyértelmű módon. De mert a faszt adnak hozzá, ami jó konzol, és géphez nem, és 5000-re több egy géphez? Nem, el nem tudom képzelni, tényleg. Na, itt, itt kérdezed. Kit, kérdezed valaki egy jót, lehet tudni, hogy mennyi forint értékű van benne? Ha le van írva, mi lehet benne, kérdés a válasz levi nem. Ugyanis onnantól kezdve, hogy elmondom, hogy mi van benne, onnantól kezdve nem egy, nem egy lootbox, nem egy mystery box, nem egy zsákba macska. Ugyanis az árba beletartozik maga az a szolgáltatás is, ami a meglepetés ereje maga. Mert ugye wow. ennek, ennek, az egésznek ez a lényege, hogy tudod, hogy mit veszel, de igazából mégse. Tehát a, a hagyományos zsákba mocskával ellentétben azért más ez, Jajaj. mert itt nem az van, hogy szerteszét kaphatsz bármit, konyhai eszköztől kezdve udvari terméken át valami, valami elektronikai cuccon keresztül, hanem hanem itt tudod, hogy mit kapsz, mert te tematikusan berendelsz valamit, viszont az, hogy pontosan mi, azt nem, csak egy... Csak egy tematikát tudsz. Tehát akkor ez is zsákbomacska igazából. Tehát nem jobb a zsákbomacskánál. Mert a zsákbomacskában is tudhatod, hogy milyen tematikát kapsz. tematikát fogsz kapni. Szar dolgokat. Alapvetően, hogyha zsákbomacskára gondol az ember, akkor mi az első dolog, ami eszébe jut? Az, hogy kurvára át akarnak téged baszni. Az jut eszedbe először. Erről miért nem ez jut eszik be az embereknek? Amit most a rekkel csinál. Ezt, ezt, szeretném csak megkérdezni, semmi más, tényleg. De nem az, mert elmondta, hogy nem az. Ez jobban, ez jobb a zsákba macskánál. Igen, mert nem random dolgokat kapsz, hanem egy tematikában kapsz random dolgokat. Tehát pókemberes wc kefét kapok, akkor az igazából Marvel tematikájú, tehát nem panaszkodhatnék érte. De ez jogilag amúgy nem így működik. Tehát a -a abban nem is tudom, hogy ez jogilag mennyire okés, hogy valaki ilyet csinál. Ez, ez mindig is olyan nagyon furcsa volt poénból megveszel, mert a kis bolha piacos mindig van olyan, amit sose vennél meg. I igen, csak a bolha piacos zsákba az nem 20 ezer forint, meg 25 ezer forint. Ez itt a probléma. Tehát az ennyi pénzén már az ember elvárná, hogy valami olyat kapjon, ami így meg is éri neki, és nem csak azt, hogy profitál rajta a rekál. De mondom, meg lesz rendelve, minden négy dobozt meg fogjuk rendelni, és ki fogom bontani streambe, és meg lesz nézve, hogy mi lesz benne. Aztán akkor kiderül igazából. És akkor már az embereknek is ki fog derülni, és akkor majd a rekál meg sírni fog, hogy jaj, ne, kiderült. Hát ez van. Úgy is ki tenni az ő nézői sztoríba, szerintem, hogy mi van benne. Szerintem mindenképpen le kéne írni egy listát, hogy mik lehetnek benne a jogilagok is legyen. Hát szerintem is, de nem vagyok jogász, nem tudom. És onnantól kezdve, hogy, hogy, hogy én példálozok azzal, hogy mi lehet benne, onnantól kezdve a meglepetés ereje elvész. Aha, igen. Az, hogy mi alapján dől el, ezt a kérdést így feltétlenül nem feltétlenül értem, hogy mi alapján dől el. Hát, az a... Hát a... koncepciót sem értik az emberek, azért kérdeznek meg ilyesmit szerintem, de kell. Én lehet, hogy nem ott keresném a problémát, ahol megkérdezték. Alapján dől el, hogy mi lesz benne, hogy milyen boxot rendelsz nyilván. Tehát, hogy azon tematikán belül dolgok, hogy az azon belül tematikán dolgok mit jelent, az teljesen véletlen kerül bele, így van. Az értékek nagyjából azonosak nem mindegyikben. Tehát azt nem, nem, nem nincs garantálva az, hogy megveszed 1999 ér és, és ha, ha a rendes piaci árat összeadod, akkor 19.990-re jön ki. Ez minden doboznál -e lehetetlen belőni, ez az egyik, a másik, meg hogy... Tehát így konkrétan a egyértelmű lesz, hogy az érték alatt lesz. Ez nyilvánvaló, hogy az érték alatt lesz, tehát az érték az nem lesz meg. 20 ezerre veszel valamit, és örülhetsz annak, hogyha 10 ezer forint értékben lesz benne valami. Ezt előre megjósolom. Kézzel készült termék. Kézzel, kész. kézzel készült. készült. Szép estét. Kézzel készült, szóval akkor eszmei értéke van, hoppá. Magyar terméknek pedig nem tudsz úgy úgymond árat adni. Tehát nem fogod tudni megnézni az interneten, hogy az a termék az mennyibe kerül, mert nem létezik olyan. Érted, hogy mit mondom. Aha. Tehát, hogy ez a úgymond ilyen számolgatós probléma ki van küszöbölve, küszöbölve ezzel. Hát, ez, ez. Igen, igen. Jó. Tehát. Jog, a jogi probléma ki van küszöbölve azzal, hogy átbaszad az embereket, hogy mondod, hogy ennek eszmei értéke van, értem. Én tudok olvasni sorok között amúgy, de lehet, hogy az ő nézői nem amúgy. Van, van benne több magyar termék is van benne, ami, 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 amit magyar kéz készített valamilyen formában. Uh -huh de erről a megint nem mondhatok sajnos többet. Ugye ez a, ez, a, ez a, negatívuma ennek az egésznek, hogy, hogy nem tudok sok mindent elmondani a tartalmáról, mert onnantól kezdve elvész az értelme. A gombolyagos cuccok, aha, igen, hát a, akkor a barátnője csinálja azt a gombolyagvilágot, világot, de az a, az, az a, mostani barátnője, vagy ez egy régi projekt, mert azt mondta, hogy ez így meghalt, nem? Horgolt cuccok lesznek benne, amit a barátnője csinál. Hát ez szuper. Na Csabi, nem ezek most népszerű, de szerintem ez nem fog akkorát menni, mint gondolt Egy kicsit mögé lát az ember, akkor tudja, hogy itt valamit v valamit vesz, ami boltban mínusz 5k minimum, nyilván kell, hogy legyen haszon rajta, tegyük fel, kapsz egy olyan gémet, ami már megvan, vagy egy olyan perifériát, amiből szintén jobban, igen, így van, szóval igazából a marvel kívül a többinek nincs igazán értelme, akkor lenne igazán jó, ha kijöhetnél akár pluszba is, mondjuk minden századik box egy PS5 sötöbö. Hű, az még rosszabb lenne, barátom, ez ez, 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 azt hittem, hogy lesz értelem ebbe a kommentbe, de végére elveszett mindegyik az összes értelmes gondolat el, elillant. Igazat mondott a bátyja, de hogyha meg azt mondanák, hogy minden századik box PS5, nem nagyon tud bebizonyítani, hogy tényleg a századik ember kapta a ps meg hogy tényleg egy olyan ember kapta a ps meg hogy egyáltalán megkapta-e. Meg amúgy szerintem száz ember nem is fog rendelni a dobozt összesen, de ez egy másik kérdés. Erre nagyon kíváncsi leszek, hogy a kritikára mit mond, amit a saját közösségétől megkapott meglepő módon. Nem minden részét értem annak, amit mondasz. Hát ez még nem lep meg. A probléma az ezzel, hogy te azt nem tudod, hogy én a termékeket honnan és mennyiért szerzem be, hogy milyen együttműködés van a háttérbe, mert hogyha nyilván Brr. összeadod, hogy van benne egy kontroller, most mondok valamit, egy termék van benne, egy kontroller, ami jelenleg 30 000 forint egy PS kontrollér, hogyha jól mondom, mm. és mondjuk én 35 ezerért árulom azt a boxot, akkor szerinted ugye 5 forint van rajta, haszon, ugye? Ami nem igaz, mert ugye ott van a doboznak a költsége, a munkaerőnek a költsége, a ragasztónak a költsége, tehát hogy... Hú, fú, srácok, azért a ragasztó, egy dobozt azért összeragasztani, szerintem legalább 10 forint hogy ezt így Csabi szerintem átlag emberként kiszámolni neked eléggé nehéz, és szinte nem is tudod, hogy mi miből adódik, főleg úgy, hogy nem tudod ugye a partnerségeket mögöttünk, mert az, ami mond, Akkor lehet, hogy transzparensen kéne kezelni ezt, és elmondani annak az embernek, aki vásárolni szeretne, hogy kivel, vagy partnerségével ki fogja csinálni, ki csinálja a dobozt, honnan küldik ezt egyáltalán, stb. 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 egy Konkrétan ez, ez, milyen reakció volt, baszod? Egyáltalán nem transzparens, semmit nem válaszolt a kérdésre, nem konkrétan lenézően elmondta, hogy teszt, átlag emberként. Ja, igen, mert mintha ő nem átlag ember lenne, igen, tehát ez is, ez is annyira fura. Átlag emberként, átlag emberként teszt nem fogod tudni kiszámolni. Honnan tudod, hogy egy átlag ember? na mindegy. Szerintem mindannyian átlag emberek vagyunk, még a rekál is. Átlag emberként kiszámolni neked eléggé nehéz, és szinte nem is tudod, hogy mi miből adódik, főleg úgy, hogy nem tudod ugye a partnerségeket mögöttünk, mert az, ami mondjuk egy, egy árukeresőn van ár, az, az nem tükrözi azt, amennyiért tényleg van mondjuk egy ugyanolyan termék. Nem, mert ott is van rajta profit. Igazából sokkal olcsóbbak. <coughs> Én ezt nem viszem el amúgy. Szóval ezt számolgatni, én úgy gondolom, hogy ö, teljesen irreleváns, mert nem fogod tudni meghatározni te, hogy pontosan mit mennyire veszel. Igen, az, amit írsz, abban teljesen egyetértek. Mondjuk itt írtad a, a gémet, hogy mondjuk egy olyan játékot... Ö, kap az illető, ha kap játékot, ugye, ami megvan neki, ez teljesen benne van, vagy el esetleg egy olyan perifériát, amiből neki jobb van, ez teljesen igaz, viszont pont ettől Mystery Box a Mystery Box, hogy nem tudod, hogy mi van benne, és a meglepetés a lényeg. Pont ezért nem fogja megvenni senki az ég a világon, nagyon remélem. Rajtam kívül természetesen. De nyilván ez benne van a pakliban, hogy a gamernél egy olyan terméket kapsz, ami már esetleg meg... Na vét, először is üdv és boldog nyuszít mindenkinek, hogy csókoljam mindenki tojását, másodszor itt a betegség közepén. Én, hogy jól értelmezem -e. inkább megkérdezem. Tehát ez egy tematikus lucky box, teszem fel, amiben beleraktok dolgokat. Én pedig kifizetek 19 ezret, és valahol e körül a pénz körül kapsz a csomagban. Hát alatta, igen. Szerintem a gamer az egyetlen ilyen, aminél azt tudod mondani, hogy hú, hát ez egy videójáték, ami mondjuk megvan már. Viszont erre is megvan a, a metódus, hogy el kell adni. Figyeld meg, azt fogom mondani, hogy el kell adni a játékot. Hogy mi olyan dolgot tegyünk bele. Nem, nem, nem azt fogom mondani. Azt nem mondja. Nem, nem, szerintem nem fog, nem, játékokat szerintem nem adnának. Egy szót sem mond, hogy vissza lehet küldeni, hát ha a hülyék. Pedig vissza lehet küldeni, ez ezer muszáj vissza lehessen küldeni, ez jog, ezek jogi dolgok. És tehát én nekem, hogyha nem tetszik az, ami benne van, akkor én vissza is fogom küldeni sajnos, és kötelesek visszaadni a pénzemet. Mondani, hogy ilyen már van. mert nem csak videójátékok léteznek a videójáték piacon, úgymond. De megint nem akarok sokat mondani ezzel. Csabikám, nem akarlak megbántani, testide hogyha szerinted um, gyártás tervezéssel foglalkozom Magyarország egyik legnagyobb cégénél, ha én nem tudom kiszámolni, akkor nem sokan. Hát igen, erre beszéltem, hogy honnan tudja, hogy átlagember? Honnan tudod, hogy átlagember van a cseteden? Nem jó a matek, és te ezzel foglalkozol, akkor valamit nagyon rosszul számolták ki. Ennek nagyon ö, tudatosan utána van járva, hogy ez hogy jó, hogy nem jó. A pénztárcánknak. Mm. Rendelszett csomagot, kibontod, megnézed, kiszámolhatod. Igazából nem teljesen értem, hogy most melyik részével van probléma. Ez, ez, ez sokszor hallottuk már amúgy ebbe a streamben, hogy nem ért a dolgokat a reká. A YouTube fiókjának a biztonsági részét se szokta érteni általában. Az, az is föltűnt már egy párszor. Az alapvető internetes biztonsági dolgokkal sincsen tisztában, akkor nem tudom, hogy ilyen weboldal mennyire jó ötlet. Hát szerintem ott a probléma az, hogy, hogy nem több, vagy igazából nem tudom pontosan mi a probléma. Nem akarja megérteni a problémát szerintem. Nem mondom el, mi van benne, mert ha mondanám, akkor nem vennétek meg. Ezt szeretném mondani. Ennyi, ennyi az egész. Ez, nagyon, ez így van, hogy leírtad. Azért nem mondja el, mi van benne, mert akkor senki nem venné meg. Termék, ára ugyanannyi, mint amennyire megveszed. a Lidlnek, hogy támogatta ezt a videót. Az nem gyanús, hé, hé, Peti. Az nem gyanús, csak azt akarták, hogy mennyi vagyok játszani, ki tudja. Lehet, a játékot küldtek előtte. Direkt nem akarja megérteni, mert a buta néző rá fog jönni, hogy ez cap. Hát... Lehet. Mert mondom, mögötte van egy munkaerő, van egy csomagolás, illetve ott van a szolgáltatás maga, ami a meglepetés, ami, ami mellett nem mehetsz el, hogy ez hogy te rendelsz egy kontrollert 30 ezer akkor te egy kontrollert kapsz, ami 30 forintot és tudod, hogy milyen érte. Igazából nem annyit ér, mert volt rajta profit pont, hogy ti is tesztek rá profitot. Az a baj, hogy olyan magas lóról beszél ezekről a dolgokról, és látszik, hogy amúgy neki sincs fingja hozzá. A weboldalt valószínűleg más csinálta meg, az AI generált artokat is más csinálta meg. Nagyon-nagyon biztos vagyok benne, hogy igazából ő semmit nem csinált ebben az oldalban, csak mondta az ötletet valakinek, aki megcsinálta a közösségében. Mennyire ez meg hosszú távon, rekálnak? mennyire, ez nem egy hosszú távú terv. Nézd meg a weboldalt, összelel, hát hány az egész tervei lettek volna, akkor valószínűleg nem összehányták volna a weboldalt. Megveszi egy pár ember, lesz bele egy kis pénz, aztán csinál, hiszem, ebből lesz bármi is. Ez az egész sztori, ez nem arról szól, hogy hogy azért veszel egy gamer boxot, mert neked kell a God of a PC-s változata játékba. Nem. Te ezt azért veszed, hogy a rekelt támogasd vele. És magadat, mert nagyon jó ajándékok lesznek benne, amiket amúgy is megváltél volna másodnan olcsóbban. Mert nem azt fogod kapni. Lehet, hogy az van benne, de, de tehát aki azért vesz egy, mondjuk egy, egy gamer boxot, mert neki a God of War játék akkor az, bocs, hogy ezt mondom, az hülye. Mert ez nem azért van, érted? Ez olyan, mint aki felmegy a gambling oldalra azért, hogy nyerjen, az hülye, nem? Mert ott lehet veszíteni is. És akkor innentől kezdve már arról is lejött a felelősség, hogy gambling oldalakat hirdetsz folyamatosan például. A pluszba is ki lehet jönni, persze, hogy ki lehet jönni pluszba, Hogyne? Hogyne hogy ne lehetne jönni. Nem, nem minden, minden doboz pluszos, tehát ez. Konkrétan elmondta, hogy kevesebb lesz benne, Konkrétan elmondta, hogy kevesebb értékben lesz benne, mert hogy ezt nem lehet megcsinálni, meg minden, meg lesznek benne olyan dolgok is, amiket ő kéz csinált, tehát ilyen kis horgolt plüssök, vagy valami ilyesmire számítunk. Ezt is odaírnám a weboldalra, mindenképpen, hogy vannak benne olyan dolgok, amiket kézzel csináltak, és eszmei értéke van, stb. 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 Nekem azzal van csak a baj, hogy nem tudja az ember mi van benne, és lehet haszontalan, nem az összeggel van a baj fú, nem. Tehát, hogy pont ez a lényeg a tematikus boxoknak. Ja, hogy haszontalan szarok vannak benne. Pontosan ez a lényeg. Ezért mondtam, hogy ilyen nincs itthon még egy. Tehát, hogy te nem egy, nem fogok úgymond konkurens széget említeni, de hogy te nem egy olyan terméket veszel, amiben random dolgok vannak, hanem egy olyan terméket veszel, amiben tudod, hogy mi van. Nem! Nem tudod, hogy mi van benne! Hogy te szívességet mondani? Valamilyen szinten. Bra. Bra promo streamben szétrégyeli magát, amikor az emberek így kritizálják is egy kicsit, és ez még órákig tart. Úristen, hát szomfúj végignézni, fix. A segítséget mi olyan szinten megadjuk pluszban, hogy nem egy olyan dobozt veszel, amiben benne van egy baba játék, úgyhogy nincsen gyereked, és a random belekerül egy olyan vagy mondjuk, hanem egy gyerek van benne és egy baba játék. Hoppá, így meg gyereked is van. Csak Mondjuk fasziként rendelsz, és benne van bazeg egy, 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 egy úgyhogy nem is szeretsz főzni. De sajtot reszel, nem? Na jó, mindegy, hagyjuk is. Nem tudod nagyon jól, hogy a spanod mondjuk szereti a futballt, vagy te szereted, ezért veszel egy focis boxot, amiben a focival kapcsolatos dolgok vannak, a lehető legkevesebb esélyre redukálva red red azt, hogy neked az, ami benne van, nem fog tetszeni. És hogyha még jobban leszeretnéd redukálni azt, hogy olyat vegyél, ami tetszik, menj fel egy másik weboldalra, ahol megmondják azt, hogy mi van a dobozban, és rendeld meg azt. Wow. Benne van az opció, hogy nem fog tetszeni. Így is sokkal kevesebb, de benne van ugyanis a lootboxoknak. Ez a lényege. <coughs> ez a lényege. Ez a lényege. Meglepően jó kérdéseket tesznek fel azért a kell Csak arra számítottam, hogy mindenki oda-vissza lesz mindentől, amit eléjük szar. Hát azért olyan hülyék az emberek ám, mint amennyire reká gondolja azt szerintem. Hogy meglepődsz, hogy olyan dolog van benne, ami nagyon tetszik, vagy nem. Viszont az esély sokkal, sokkal kevesebb az alapján, hogy tematikusak a boxok. Ezt nem tudom ennél köznyi, köz, nyelvesebben elmondani. Hogyha neked alapvetően az a bajod, hogy nem egy fix terméket kapsz, akkor ez az üzlet, ez nem a te világod, akkor neked innen nem kell rendelni, téged ez nem érdekel. Ennyi. Ez ennyi. Tehát, ennyi. hogy ez nem a te világod, akkor, hogyha. A... Igazadban be is zárom, srácok, basszus, basszus, srácok. Miért nem miért néztem meg a weboldalt egyáltalán? Hát nem, rájöttem, hogy nem érdekel, el kell nyomni. El kell nyomni. Hogyha nem az ára van a bajod, hanem ami benne van, akkor el mellette. Ennyi. Ez ennyire egyszerű. Valami nem tetszik, ne nézz, ez ilyen egyszerű. Az ignoráns embereknek. Az egész életedet leéled így, és arra fogsz rá eszmélni a halálos ágyadon, hogy kurvára nem tudsz semmit az egész világról, mert egész eddig csukott szemmel éltél, baszod. Veszek egy PS boxot magamnak, amiben benne lesz mondjuk a FIFA 24, ami már megvan, gondolok erre. Akkor te ne vegyél PS boxot akkor ne vegyél PS boxot. Hogyha, hogyha ettől félsz, és hogyha te csak is kizárólag azért. Miért nem mondod azt, hogy vissza lehet küldeni? Ja, mert akkor mindenki más is visszaküldeni, aki rájön, hogy vissza lehet küldeni. De az internetes rendeléseket mindent vissza lehet küldeni 14 napon belül, és a cégnek kutya kötelessége visszaadni a pénzedet. Ezt itt megmondom minden egyes nézőnek, aki szeretne esetleg rendelni a rekától. Vagy akár tőlünk, mert amúgy, hogyha pólót veszel tőlem, azt is ugyanúgy köteles vagyok visszaküldeni, és köteles a cég visszaküldeni, aki csinálja ezt helyettem. Nem én csinálom. Tehát ez, ez így működik minden internetes rendelésnél. És ha meg nem tudod, hogy mi van a rendelésben, akkor meg duplán így kéne működjön szerintem. Mikor lesznek bögrék és genyók? Az még nincs. Megkérdeztem, vissza lehetek küldeni, és kaptál egy, kaptál egy 600 szekes timeoutot. Erről van screenshotod? Fogd a játékot és vedd meg saját magadnak csak a játékot töredékért. Ennek ennek nem ez a lényege. Nem, nem Igen, enne, na, ez, ez, kezd rájönni amúgy a rekális, hogy ennek semmi értelme nincsen, akkor mi a fasznak csináltátok? Érted a lényegét az egésznek, ez, ez a van a bajom, hogy nem látod, nem látod, hogy hogy ennek mi a lényege, nem ez a lényege. Nem, ennek az a lényege, hogy te pénztárcádat megdagasztja, csak az a baj, hogy szerintem okosabbak az emberek ennél egy picit. Sárcok, mondom még egyszer, tehát hogy ezekben a cuccokban ez nem egy AliExpress best of, ez nagyon fontos, amit az elén elfelejtettem elmondani, és, és ez nagyon-nagyon fontos üzenet ennek az egésznek, hogy ez a sztori, és megint nem, nem, szeretnék, nem szeretnék neveket mondani, a, aki, a, aki itthon csinált ilyet. Landbox. hogy Sido Ez István. nem arról szól, ez a cuc, hogy beveszem AlliExpress-ről, meg Temuról 500 forintért, belerakom és eladom egy 20-asért. Nem. Öhm, hogyha ezt csinálnám, akkor valószínűleg egy-két-három héten belül megdöglene az egész, mert az emberek rájönnek, hogy egy fasságot csinálok. Hát ez fog történni szerintem. Meg hát a navis igen. Tehát, hogy. <laughs> azért nem. A NAV amúgy azt szerintem pont, hogy leszarná ezt. Ezek dropshipping is így működik. Rengetegen csinálják. Na, van egy TikTok videó, és látod is, hogy mi van benne? Nézzük. csak hoztam egy lootleves dobozt a spanomnak, nézzük meg, hogy hogy reagál rá. -e. Szaszló napokat jól. Hát haragudj, de ez a doboz, ez kurvára nem úgy néz ki, mint a weboldalon a lévő. Az is csak egy dizájnja -e nem volt. Még ő mondta, hogy milyen drága doboz meg minden. Erre van egy karton doboz rányomtatva feketével. Még csak színes nyomtatás sincs rajta leves dobozt a spanomnak, nézzük meg, hogy hogy reagál rá. -e. Szóval. Jó napokat, jó napokat. Hoztam neked a dobit, amit mutkó beszéltünk. Tudom, hogy szereted a márvát, úgyhogy szeretném, ha kibontanád és elmondanád az őszinte véleményedet. Köszönöm szépen, papító. Nézzük meg. Let me see, let me see. Oh, 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 oh. Ah, ki van? Bomba, 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 bomba. Titkos. Spider-Man. Ez is, ez -e? Az öreg. <laughs> Azt hittem, már látszani fog. Ez extra. Ez extra. Mennyit adnál ezért a csomagért? Hát papító. Egy 30 a simán. Tetszik? Igen, bomba. Jó, cucc. Van Sácok, hogyha tetszik nektek is, próbáltak ki. Lootlab.hu, hát eled meg te is. Hú, hát sok mindent láttunk belőle amúgy, hogy tetszik-e vagy nem. Ebből azért a TikTok, átlag TikTok user el tudja dönteni amúgy, hogy kellene neki vagy nem. Nem tudom, milyen kis baba matricák vannak benne, és, és hat kulcstartó, meg, meg nem tudom, kettő karkötő. Ami, ami, egy... Na most, amiket most mond, ez mind negatív példa, hogy ezek nem lesznek benne, mert ezek a rossz dolgok. Ilyen kis cérnára van főfűzve, és bele van írva, hogy Marvel, tehát, hogy nem ilyenekre kell gondolni, aminek az összértéke 2000 forint. Ez nagyon fontos. Nem, legalább öt lesz. Uh, nagyon sokan megpróbálták már ezt itthon, és nyilván a legegyszerűbb az mondom, hogyha AliExpress-ről berendeled a, a karaoke mikrofont 500 forintért, és eladott 30 ért a dobozt, Úgyhogy alapból, nem tudom, kettőt belebeszélsz, és tönkre megy a termék. Tehát Hát ez is amúgy egy elég komoly érvelési probléma, hogy mutogatsz másokra, hogy ők nézd, ők, ők ezt csinálják, ők rosszabbak. Mi nem ezt csináljuk, mi máshogy csináljuk, mi máshogy csináljuk, mi jók vagyunk. Én, én jó, ő, rossz. Nem ilyen dolgokra kell számítani. Jó, tehát hogy nagyon szépen kérem, hogy senki ne próbálja meg összehasonlítani a, a, az itthoni, úgymond konkurencia jelöltekkel, mert egy az, hogy azok nem is tematikusak, meg, tehát, na, mi nem, nem egy AliExpress best of vagyunk, srácok, ez nagyon-nagyon fontos. Vagy magyar beszállítótól van, vagy magyar termék, úgyhogy kézzel készül termék. Ez olyan, mint annó volt, aki ilyen nagy fekete dobozba lehetett rendelni, 50 euróért kaptál egy boxot, van, aki beszopta, van, aki kapott benne egy olyan terméket, ami tripla annyit ér. Nem. Tök jó, úgyhogy a moderátora is félreinformálja az embereket. Nem. Kurvára nem. Ez még az oldalon is le van írva, hogy ez nem így működik. Várom, hogy egy hónap múlva jöjjön a síró stream, hogy megszűnt az egész. Jaj, ne, úristen, mindjárt sírok én is. Ilyen lehet, hogy volt külföldön, de a rekáléba biztos, hogy nem lesz olyan, ami tripla annyit ér. Most itt veszel 20-25 ezerért egy boxot, meg mire számíthatsz, legalábbis abból a szempontból, hogy nem egy kasszjó órát fogsz kapni, vagy egy pervol mosóport, vagy IDK. Gondolom itt is, ha makkod van, kijöhetsz akár úgy is, hogy 20k, de van benne 30 akár ennél másabb összeg is itt is ír gondolom, hogy ez így van, és a moderátor írja ezt. Az a baj, ez sajnos nem így van. És amúgy meg mi a baj a jó órákkal, azok jó órák, konkrétan jó órák. Hopp, ábasztam. Ja, de ó, szerencsére itt maradt a vod. Milyen jó. Ez nem egy szerencsejáték, csak itt nincs olyan, hogy van egy box, amiben, amiben nincs semmi. Ilyen nincs. Olyan sincs, hogy veszel egy boxot, és ö, nem tudom... Ö... Nem tudod, hogy mi az, amit kapsz. Akkor ez nem szerencse játék. 3000 forint érték van benne, ilyen nincs. Tehát nincs az, hogy vagy 3000 ért kapsz, vagy 60 ezer hogyha 20 vetted. Ilyen nincs, nincs, ilyen elugrás. Ez mm. ilyen nin nincs, nálunk. Nem, itt 50 os elugrás lesz, max 10.000 forint értékben lesznek benne dolgok, és a maradék az a profit, meg a embereknek a díja, meg a doboznak, ugye, ami nagyon drága, meg a ragasztónak, ami szintén nagyon drága. az, azokra megy ki a pénz, ez nem profit, srácok, ezek, ezek díjak amúgy itt editelés közben még szeretném megjegyezni, hogy azt is mondta, hogy lehet, hogy valaki többet fog kapni, és lehet, hogy valaki kevesebbet. Ez elhangzott az elején valahol, de nem vagyok hajlandó visszakeresni. Nincs ilyen, hogy fix vagy fix L, Ez a lényege a Mystery Boxnak. Bizonyos időközönként bele fogunk tenni random dobozokba egy ilyen kártyát, amit hogyha leadsz, rendelésszám, e-mail, név, mikor rendete stb. tudjátok a, a amit rendeltél információkat hoz, egy komoly azonosításon fog átmenni az illető, és hogyha találsz egy ilyet a dobozodban, akkor a jelenleg meglévő, most ugye négy van, de ma nyilván ez egyre több lesz, a jelenleg meglévő dobozok közül bármit választhatsz ingyen úgy, Köszönöm. hogy azt, egy azt az házhoz visszük, kettő, lesz belőle nyilván egy videós tartalom, három. Házhoz viszik, és videós tartalom lesz belőle. De jó! Veszek egy ilyen szart, bemutatom a Golden Ticketet, és meg le is doxolnak. Eljönnek hozzám. Hozzák a dobozt annak a doboznak az árára rárakunk egy ötszörös szorzót. Tehát most mondok egy, mondok egy kurva egyszerű példát, rendeltél egy focis boxot, benne van ez a tiket, megmutatod nekünk, hogy van egy ilyenem, tessó benne volt, oké. Okay. Évenként lesz egy ilyen tiket, srácok. Meg foglak kérni, hogy válasz egyet a meglévő dobozokból, nem a focisat fogod választani, mondjuk válaszod a, well a wellness a, relax boxot. Az azt jelenti, hogy arra 20 ezer forintra rádobok egy ötszörös szorzót, ami a már egész, egész szép pénz, ugye 100 ezer forint értékben fogsz kapni egy csomagot, amiben, most mondok egy példát, lehet olyan, hogy mondjuk mondjuk egy, egy, egy hétvégét egy péntektől vasárnapig egy, egy hétvégés wellness páros Belépőt adunk neked valahova, 100.000 forint értéken belül. Na hát igen, de ez valószínűleg a 20 esben nem lesz benne, amúgy ezt nagy elfelejtsétek, srácok. Na! Jó, hát ez jó volt, srácok, ez jó volt, jó stream volt, köszi szépen, hogy itt voltatok. A cuccokat meg be fogjuk rendelni, nem sok ára, ne aggódjatok, látni fogjuk, hogy mi van ebben a dobozban, mert nagyon érdekel. Esküszöm. Karácsony flash nekem ez kicsit mindig, amikor valaki kidob egy ö, mystery boxot, mert tudom, hogy én leszek az, aki megrendeli. A többi ember az meg valószínűleg nem. Nem tudom, hogy a tesók dobozban mennyit rendeltek, de szerintem max 5 <kül> Ó, te rekálja, nem, mert ez én vagyok. Az én vagyok, hogy rekált nézem. Bebeíteltem saját magamat egy hónappal később. Igen, ez a rekáldoboz lesz. Három darabot rendeltem meg belőle, a focisat nem rendeltem meg. Tippeljetek, mennyibe került a három darab doboz? Elmondom, nem kell tippelni, 65 ezer forintba került. Ekkor a dobozokról van szó, ez a kamerában kicsit nagyobbnak tűnhet, de ez nem egy nagy doboz amúgy. Nézzük az elsőt. Amúgy három félét rendeltem, kurvára, nagyon könnyű amúgy, tehát nagyon-nagyon könnyű. Ö, nincsen ráírva, hogy melyik-melyik, szóval azt majd nekünk kitalálni. Uh, arra nem volt pénzük, uh, hát itt látszik rajta az AI generált panda, vagy nem panda, még mindig mosómedve, és uh, stoppen 89 mondja 14 napos elállás, és inkább ad nekem azt a pénzt. És itt rá lehet menni a TikTok gombra, de ezt szarul programozták be, mert nem csinál semmit, nem csak a frontend szar, hanem a backend is. Na, uh, ki, én azt mondom, karambit pörögjön. Dark jött ez a csomag, igen. A legsötétebb helyről jött, Reká fejéből. Azt a rohadt, ezt nézzétek! Ezt kézzel csinálta a Reká barátnője. Egy ingyenes tutoriál alapján. Ez egy kulcs tartó, de ilyen nagyon... Hát ez... Hát, I don't know, bro, ez, Ennek az előállítási költsége legalább 3 forint volt, számoljuk. Ennek az előállítási költsége szerintem 500 forint, de ez ugye nagyjából Hát kézzel lett csinálva szerintem. Ez akkor gondolom a szuperhősös doboz, amit most nyitunk amúgy. Raktak bele egy darab ilyen cukorkát is, vagy lehet, hogy többet is. Mi van még itt? 20 ezer forintot reméljük, hogy kiadja a muny. Ö... faszom ez? faszom ez? Ez egy... Bazeg, ez is egy AI generált kép, ezt nem hiszem el. Ez most komoly. Ezt lehet, hogy kisebb bontom, bazd meg. Szerintem ez kisebb bontom. A tanosz van rajta, és gyerekeknek ad nem tudom mit. Nyalókát? Mi faszom ez? Szóval, hogy itt tényleg nem tudom, mi volt az ötlet. Mit írtak be promptnak? Battlefield? tanosz? AI generált. Száz százalékra mondom, hogy AI generált. Nagyon rosszak a személyi a gyerekeknek, teljes mértékben AI generált. Hát ennek a az értéke a keret nagyjából, nem tudom mennyibe kerül egy ilyen keret, nem tudom, ez is egy ezer forint nagyjából. Amúgy biztos többbe kerül, hogy rányomják neked egy ilyen vászon keretre, de nem hiszem, hogy drága volt. Wow! Úr Isten! Ez mennyibe került? chat? 6007, 10, 10, 10 nincs szerintem, kaptunk egy ilyet is, ezt sem fogom kibontani. 5000, ne egybe rakd őket, ja, mert összekeveredik, vágom. És a többi, ami van benne, az igazából papír, hogy köszönjük a vásárlást, Lootlab, van benne még egy gombolyagvilág. világ. Ez gondolom kis promó a aki csinálja ezeket a gombolyagokat. Ez az egyetlen értelmes dolog benne amúgy, szóval props, gombolyagvilág. világ. Itt vannak, valaki akarja, akkor szkennelje be. Nem tudjátok, már nem fókuszál a kamera, de nem is lényeges szerintem. Van benne még kettő darab marveles matrica, és egy névjegykártya kártya a vászonképen.hu-ról. Mi a fasz? Pál Tamás dekorpont? Ez miért van benne? Amúgy valószínűleg azért van benne, mert van velük valami együttműködése, és akkor ezért bele kellett tenni, vagy nem tudom. Ezt a véletlenül rakták bele? Ennyi! Ennyi ért! Ennyi volt 20 000 forint, srácok! Ez 20 000 forint volt! Ennyi volt! Ez volt az első doboz! Ez 20k volt! Ennyi! Még van, mondom, még van benne itt kettő matrica. És uh, nagyjából ennyi, ez 20k volt. Lehet, hogy élni fogok a 14 napos uh, pénz visszafizetési garanciámmal, mert ezzel nem vagyok megelégedve sajnos. átlettem lettem baszva. Na fi, nézzük a következőt. Az időnk fogytán van. Bármikor meghalhatok, és hogyha a második csomag meg a harmadik nem lesz addig kinyitva, az nem túl jó. Oppá! Hát ez, 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 nem tudom eldönteni, milyen doboz. Na ebbe is van egy kulcs tartó És uh, hat kulcstartó, meg, uh, meg nem tudom, uh, kettő karkötő. Skibiribabdára! Epikus Omega kulcstartó. De rég volt már postacu, Szia, Hörbi! Na nézzük, ez mit tud. Úris, tehát kaptunk egy gémeregeret srácok. White Shark gameregér. Hát ez nagyon szuper. Megérte a PC-s dobozt rendelni, ami amúgy 25 ezer forint a 20 helyett, ami mondjuk PSS lett volna. White Shark, ez mennyibe kerül? Ez valaki, valaki White Shark vallok. Három év garancia van rá. Gondolom nem a rekál által, tehát remélem belerakta a garancia papírt is. Actually benne van a garancia papír, na várjál. Nem, ez nem az, ez nem az, ez nem az. Na, nézzük, mi van még itt. Ebbe is van egy Na ez, ez figyeljétek! Among Us plus! Ugyanezt, ami nem fonott, vagy mi az isten ez, gombolyag, azt meg lehet rendelni 500 forintért az internetről. Tehát ennek kurva nagy eszmei értéke van, csak azért, mert kézzel lett csinálva. Nem tudom, hogy mikor volt menő utoljára az Among us szóval úgy szerintem nem idén, de nem baj. Ebbe is kaptunk egy darab cukorkát, aminek az értéke azt hiszem 10 forint volt, amikor még én jártam általános iskolába, vagy talán 5. Ide is kaptunk egy csaba pálcsabavászonképen.hu. Tehát ezt a vászonképet Pál Csaba csinálta, nem tudjuk mennyiért. Most tényleg megkaptuk Mário seggét, ami szintén AI generált, mert olyan undorítóak a vonalak rajta, hogy elhányom magam. Hát ezt nem hiszem el, meg. De várjál, ez lehet, hogy nem AI generált. Ezen van egy aláírás a jobb alsó sor, a bal alsó sorokban van rajta egy olyan aláírás. Nem tudom elolvasni. Valami... Nem, nem tudom, ez mi lehet. Nézd a szélét, Pali. Jézusom! Hát ez pro. Elég pro. Erre nem tudom biztos sem megmondani, hogy AI generált vagy sem. Ez nem tűnik annak, hogy őszinte legyek, de az előző az teljesen az volt. A száz százalék. Most nézem itt, keresek hibákat. Mondjuk, hogyha nem AI generált, akkor azt a vrinkot, ahol a középső van, az annyira nem értem. Az, 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 az nem, nem, egy... Nem ilyen a fizikája egy pólónak. Nem tudom, hogy ez kirajzolta. Hogyha igen, hogyha ez egy rajz, és nem egy AI generált kép, ez... ez nem tudom. Nem túl valóságfű. Nem tudom, hogy hogy jutott be a szekrénybe a fény. Őszinte leszek. Lehet ez is generált. Nem vagyok benne biztos. Ennek még kevesebb volt az értéke, mint az előzőnek szerintem. És most jön a relax doboz. Nyom, 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 nyom! Most jön az utolsó, a relax doboz. Ez 25 ezerbe került, amit most nyitottam ki. És most jön még egy, ami 20. A focist azt nem vettem meg, mert úgy voltam vele, hogy baz meg, emberek rugdosnak egy labdát, és emberek ezért rajonganak. Nagyon sokan rajonganak, ezért én nem engem ez nem tud meghatni, hogy van benne egy mez vagy valami. Hogyha valaki azt mondja, hogy Ronaldo a legjobb, én egyetértek vele. De hogyha valaki azt mondja, hogy Messi a legjobb, én azzal is egyet tudok érteni, mert kurvára nem értek hozzá. De Rekál mindig a legjobb marad. Ankara Messi, Ankara Messi, ez lesz a durva. Az a legjobb szerintem, hogy azokat a White Shark termékeket ingyen kapta a szponzor miatt, és eladja így dobozban. A White Shark szokott promózni, hogy sztorban vagy streamben sorsolják ki azokat a streamerek. Jézus úristen. Ezt amúgy nem állítom, ez nem egy állítás, nem hiszem, hogy ez amúgy így van. Body lotion! What the fuck? Csicsók a testápoló. Éj, hey, jó. Heliantus Bleh. Body Lotion. Erre keresetek rá. Nem, hát ez egy fehér csík nektek nagyjából, de... Kend a hajadra. Kend a nyádra. Body Lotion. Nem tudom, ez mennyibe kerül. 4000 forintba kerül, amúgy. Guajaba, ilyen olaj cuccot, amit bele lehet tenni ebbe a gőzgép cuccba, vágjátok, és akkor fragrante az van ráírva. És guajana, guajaba flavor. És ha nincs olyan gőzgéped? Ö, Hát akkor magadra vessen, mert azt nem adtak hozzá. Vagy... De! Kaptunk hozzá gőzgépet is, basszátok meg! Ebbe van. Vagyis hát súlyra, súlyra ez biztos, hogy az, de ezt lát, hogy nem bontom ki, de ki kéne... Nem! Tesú az egy gyártja. <laughs> nem kaptunk hozzá gőzgépet. Fék, fék volt, fék volt. Benéztem. Mi a faszom ez? Lás? Ez lás. Ez egy fürdőbomba amúgy. Lás webshop, szexbomb fürdőbomba! Beszarok! Az van rájön, hogy szexbomb fürdőbomba. És még amúgy van mellette egy fürdőszivacs. Tartsa meg a faszom, 4000 forintért meg tudsz rendelni bármit, ami benne van. Most ez a fürdőszivacs szerinted mennyibe került? 500 forintba? És nincs is benne semmi más amúgy. Ó, oh, dehogy nem. Egy, hát ez egy kéztörlő, és rajta van a loot logó. Hát ez, ez, nagyon csodálatos. Mondjuk nem egyenesen sikerült rárakni, de, de rajta van legalább. Rekább a törcsibe. Jó illata van szerintem, ki most a barátnője? Ez a rekának a, a Gunner törcsi lehetséges, igen. Hát, srácok, belettünk szkemmelve. mondjuk ez nem lepett meg. Amikor kivettem a csomagautomatából, már akkor sejtettem, hogy ez egy kurva nagy átbaszás lesz, mert a három darab nem volt két kiló összesen. És ugye még itt van egy gyártya, ami tényleg gyártya, nem tudom, szerintem nem bontom ki, látjátok rajta, hogy ez egy gyártya és nem az, amit mondtam. Tehát, hogyha valakinek nincs ilyen gőzgépe, akkor az bassza meg magát lényegében. Hát ez kurva jó rekál, ez tényleg a legjobb ötlet volt ezt a dobozt összerakni, nem is tudom, hogy amúgy a Landbox például miért nem csinálja már ezt. Azért, mert csődbe mentek volna. Vágod? Ez, ez, nem egy jó üzleti stratégia, ez nem működik, főleg nem, hogyha csak ilyen szarokat raksz bele. Hát, ezt nem hiszem el, hogy a rekálnak egy darab olyan néző is van, aki ezzel meg van elégedve. No joke, hogyan? Ö, kérlek, értékeljétek a rekáboxnak a tartalmát. Szeretném, hogyha őszintén értékelnétek, tehát nem. Ne legyetek előítéletesek. 10 per mennyi? 0, 4, 3. De őszintén, ne, ne, viccből, őszintét akarok látni. Ne azt hiszem, hogy 10 per 10, mert azt nem hiszem el. 3, 3, 0, 2, 2, 3, 4, 2. Nem volt benne befőttes üvegben kaki, nem volt sajnos. Nem vagyok, hogy a rekál barátnője sokkal több munkát tette be, mint maga a rekál, szóval én azt mondom, hogy a rekál barátnőjének props, küldjük a puszikat, jó a munka, csináljad, nagyon király, ez, ez egy tök király dolog amúgy, hogy ilyen gombolyak cuccok, cuccokat ad el, viszont nem érte meg a doboz, De egyáltalán nem ez is egy átbaszás volt, mint az összes többi mystery box, amit eddig kinyitottunk. Ö, hát nem volt meglepő, de ez van. Ennek annyi értéke volt, hogy a Reká a belerakott ilyen gombolyak cuccokat, de hát, hát háromból kettőben volt csak ilyen gombolyak szar. Hát figyelj, a csomagolás az amúgy itt sokkal biztonságosabb volt, mondjuk ebben nem is voltak olyan kurva törékeny dolgok, de itt nem törött el semmi. Szegény Geci 8 éves, az ezt kapja karácsonyra, a szülőket is sajnálom, ekkor a csalódásért fizetnek a pujának. Hát amúgy, ja, most tényleg, hogyha egy gyerek kajak kikönyörgi ezt, Hát ez nem volt üzleti titok szerintem. De ha mégis, akkor sajnálom, most már mindegy. Hát 65k az a minimum, hogy ne törjön el. Hát de, de, nem, hát 65k az a minimum lenne, hogy van benne valami jó is, de én megadtam az esélyt mindegyik doboznak. Lehet, hogy a focis dobozban van a legtöbb érték, abban lehet, hogy gyémántok vannak, vágod, 64 gyémánt. Ez az egér is amúgy szerintem kb. egy maximum két hónapig működne amúgy. Tehát ez a White Shark, ez milyen márka egyáltalán? Most őszintén nem akarom kibontani, meg véleményezni, mert szerintem olyan szinten felesleges, hogy ez hihetetlen. Aki szeretne egy normális egeret, az vegyen egy ilyet, mert ez működik is. A Rekál az, arról beszélt, a bejelentő streamében, hogy hát mi van akkor, hogyha valami játék van benne, és akkor izé, hát akkor kell tudni, hogy a PC-re van az a játék, vagy PS-re van az a játék. Hol van a játékon, baszod? Átnézem a dobozt még egyszer. Ja, lehet, hogy az egér volt a játék. Hogy feldugjam a seggembe, játszak magammal, vagy nem tudom. Halljátok, ezt nem fogod elhinni. Ez egér már ki lett bontva egyszer. Fel van szakadva, fel van szakítva, ott. Lát, látjátok, hogy el van szakadva? Ez már ki lett bontva egyszer. Szerintem. Nem biztos, mert ez, ez azért jól van ráragasztva, mi itt van. De akkor hogy lenne elszakadva gyárilag? Mert itt az a ez a ragasztó, ez rajta van. Ez nem, ne, ez nem olyan, mint hogyha föl lett volna már tépved de egy Hát amúgy de. Pont, hogy olyan. Ez... Ah, ezt nem hiszem el. Az ott, ott, már olyan, mintha az a kis matrica föl lett volna ragasztva, ami védi, ugye? Meg ott is el van szakítva. De akkor bontsuk ki mi is, hogyha már úgyis ki lett bontva egyszer. Én is óvatosan felszakítom, hogy el tudjuk adni utána újra, mit szóltok hozzá. Nem, amúgy ez tuti, hogy nem lett fölkapargatva, de akkor nem értem, hogy mi... No, Oké, okay. óvatosan. Óvatosan kinyitjuk. wow Ey, jó, chat! Kaptunk egy jobbkezes egeret. Rekál! Balkezes vagyok, bazd meg! Mi a fasz kezdjek egy jobb kezes egérrel, hogyha bal legerezek? Most mondd meg, rekál! Nézd csak, ez a bal kezem, itt vannak az oldalsó gombok. És itt is vannak oldalsó gombok, hogyha jobb szeretnéd használni. Az az egér, amit te küldtél nekem, annak csak az egyik oldalán vannak gombok, tehát nem tudnám használni. Mivel én így fogom az egeret, és itt vannak a gombok. Köszi szépen, hogy nem egy kétkezes egeret küldtél egy mystery boxban, aminek a rendelőiről nem tudod, hogy bal vagy jobb kezesek. Tehát. Igen, egyéni szociális probléma. Jól van stoppen, fogd már be, én meg jobbkezes vagyok és bal Na ekkor mi van? Lidee001 mondja Big Brain. mi van, ha lelet szedve a Not For Resale matrica és ez lett a helyére téve? Hoppá, az még lehetséges. Nem tudom, én nem akarok ilyeneket megvádolni. Ilyenekkel megvádolni őket. És amúgy biztosan, hogy ö, nem volt rajta a Not For Resale, mert ö, itt van a warranty card hozzá. Azt, azt valószínűleg nem adnának egy promó termékhez és itt van benne még valami. White Shark. Our mission is, let's care about each other. És nem akarom kizélni, vágod? Mert ezt, ezt minek? Érted? Bedugtam világít, gamer. Má, ah, bazeg, lehet, hogy van benne keylogger. Hát ah, most már mindegy. Nem akarom, hogy nekem is bitcoin bányászok átvegyék a csatornámat, baz meg. Szorogyó changing jó, szorogyó sincsing jó, bing Bitcoin bing chilling. Amúgy most, hogy visszaragasztottam, sokkal szarabbul néz ki, mint előtte, szóval nem tudom, lehet, hogy nem bontották ki még. De nagyon gyanús volt nekem, hogy az miért van ott felkapargatva, meg ez miért lát itt elszakadva szóval. Oh! <tos> 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 Na jó, srácok, vége van a streamnek. Szia, Manin! Ha elfogyottam a mannit, csak a élek százat, majd amit lesz, majd elszóljátok, de ami. A lényeg, hogy a mai streambe kerüljek be, kicsit hamis te vagy a legjobb az egész kerületbe.